A Dachstein Tourismus AG nevében szeretettel köszöntöm Önt a Dachsteini Mamut Barlangban. A Mamut Barlang eddig feltárt járatainak teljes hossza 75 kilométer. Beléptünk a Mamut Barlang első szakaszába, ahol a hőmérséklet egész éven át egységesen plusz 2 fok körül van. A Dachstein kezdetben egy dombság volt, amelynek felületét patakok szabdalták. A víz az idő során a hasadékok mentén utat keresett magának a föld alá. Kezdetben csak egy kis része szivárgott el a talajban, de a hasadékok egyre nagyobbá váltak, és egy idő után a víz teljes mennyisége a felszín alatt folyt el. A felszínen azóta sem található víz, így Dachsteinben nincsenek patakok. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy hová került a víz. A barlang bejáratánál felhívtam a figyelmét a domborzat felületén látható törésre, amely annak a következménye, hogy a jégkorszak idején a gleccserek mélyen benyúltak az akkor Salzkammergut-i dombvidék völgyeibe. A gleccserek innen a Dachsteinről folytak az előalpok felé, és nem csak a völgyeket mosták ki, hanem a vízszint süllyedését is előidézték. Az idefent található barlangok ezáltal szárazzá váltak. A víz azóta lent, a völgyben gyűlik össze, föld alatti patakok és tavak formájában, és tör újra a felszínre dúsvízű forrásokként. Ez a járat a Paleotraun, azaz az Őstraun, a Traun a völgy egyik folyója. Könnyen elképzelhető, hogy ezt a termet valaha víz borította. A jégkorszak során bekövetkezett vízszintcsökkenés következtében ma már száraz. Azonban a völgy szintjén és mélyen a talajvíz szintje alatt sok vízzel teli barlangüreg található. Ezek jelentik a jövő ivóvíz tartalékait. Színezéssel végzett kísérletek során felismerték, hogy a víz Dachsteinnél gyakran mindössze néhány nap alatt átfolyik a hegységen. Éjféli dóm. Ezt a termet pontban éjfélkor fedezték fel. A barlangkutatók számára nincs semmi különleges abban, ha ebben a napszakban találnak rá egy új barlangszakaszra, hiszen a barlangban összefolynak a nappalok és az éjszakák. A barlangban tehát nem csak a tér, hanem az időérzékelés is megváltozik. A Mamut barlangot 1910 óta kutatják. Majdnem minden évben sikerül újabb és újabb járatokra bukkanni, ezért a járatok hossza ma már 75 kilométert tesz ki. Az eddigi leghosszabb kutatási időszak 10 napos volt. Most pedig az Árkád hasadékon folytatjuk utunkat felfelé. Árkád hasadék állomás. Itt egy kötelet találunk fellógatva úgy, ahogy a barlangkutatók használják. A barlangkutatók a hegymászókkal ellentétben többnyire fentről lefelé haladnak. Ezért egyedi technikát fejlesztettek ki. A kötelet az aknába lógatják, és leereszkednek rajta, majd később különleges kapcsok segítségével ezen is másznak vissza. A kötél hossza körülbelül 6 méter. A barlangászok természetesen mindig kétszeres vagy háromszoros kibiztosítással dolgoznak, és a kötél sem szakadhat el, hiszen 2000 kg-ot is elbír. Barlangjainkban a legnagyobb veszélyt a lezuhanó kövek okozta ütés jelenti. Az árnyék birodalma. Élet a barlangon belül. A hőmérséklet itt plusz 2 fok. A barlangok szinte teljesen csírátlanok, de legalábbis sterilebbek, mint egy műtőterem. Mégis élnek itt apró élőlények, mint például a vak barlangi bogár, amely nem csak vak, hanem szeme sincs. Érdekes, hogy ez a faj Európában mindenütt megtalálható, méghozzá többnyire a talaj felett. Csak Európa azon részeiben húzódott vissza a föld alá, ahol a jégkorszak idejében gleccserek voltak. Noha a jégkorszaki gleccser már 13 ezer éve elolvadt, ez a bogár még mindig a mélyben él. A Mamut barlangban továbbá számos denevérfa is megtalálható.
Köszönöm szíves figyelmét és barlangunkban tett látogatását. További kellemes időtöltést kívánok Salzkammergutban, és őszintén remélem a Dachsteini Mammut Barlang elnyerte tetszését. Audio Jungle.